Japán tulajdonú vállalat vagyunk, és több mint 75 éve alakult a vállalatcsoport. 11 telephelyel rendelkezünk világszerte, autóülésgyártással foglalkozunk, a mi 100 halombattai üzemünk az autóülésnek a vázait gyártja. 3 fő autógyártó tartozik a vevőink közé, a Suzuki a legnagyobb vevőnk, ezen kívül a Toyotának és a Volkswagennek is gyártunk ülésvázat, illetve ülésvázalkatrészeket. Nagyon fontos a vállalatcsoport életében a dolgozói elégedettség. Szerettünk volna olyan megfelelő munkakörnyezetet biztosítani a kollégák számára, hogy szívesen jöjjenek be dolgozni. Egy olyan hűtési megoldást szerettünk volna, hogy ne kelljen az egész csarnokot átépíteni, tehát a legkisebb beavatkozással mégis tudjuk a csarnokot megfelelően hűteni. Ez egy vizes hűtési rendszer. Mi nagyon nagy fantáziát láttunk benne egy feltörekvő magyar vállalkozásban, egy újfajta technológiában. Megrendelés után még plusz igények merültek fel a részünkről, ebben nagyon támogattak minket az Oximás kollégák. Így nagyságrendileg 2 hónap volt, míg befejeződött a munkálat. Az Oxima Systems csapata körülbelül 10 éve épít víz- és légkezeléssel kapcsolatos rendszereket, illetve technológiákat, és a Toyosip Europe-nál elvégzett munkára külön büszkék vagyunk, mert ez az első olyan rendszerünk, aminél víz visszaforgatással külön vizet is takarítunk meg. A technológiának az egyik kulcs eleme vagy lényege, az egy speciális hővezetőanyagból készült párologtató betét, ami alumínium alapú, és egyszerre van egy higroszkópikus bevonata, tehát nagyon jó vízmegtartó képességű, és egyszerre van egy hidrofillikus tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy a víz egy ilyen filmes, viszkózus réteget hoz rajta létre, ezért képes az öntisztításra, hosszú távon is fenntartatóan tudja párologtatni a vizet. Ennél a technológiánál külön előnyként jelentkezik az, hogy mindig 100% friss levegővel hűt és szellőztet, a belső elhasználódott koszos légminőséget óránként akár 8-10-szer is kicseréli. Nagyon pozitívak a visszajelzések, érezhetően hidegebb van a csarnokban, alapvetően a nyári hónapokban itt 30 plusz Celsius fokok voltak az elmúlt években, és ezt sikerült most egy 25 fokos hőmérsékletre levinni ezzel az új technológiában. Nagyon büszke vagyok a légkörre, jól érzik itt magukat az emberek. Alapvetően, mint japán vállalat, nem feltétlenül a pénz az elsődleges motiváló szempont, hanem egy olyan partnert találjuk, akivel hosszú távon sikeresen szeretnénk együttműködni, és úgy gondolom, hogy ezt a zsomborékban megtaláltuk.